Sziasztok! Ez itt újra a kocka játékban, és ezúttal is egy körültetek be, de folytatjuk utunkat a magyar királyok és uralkodók világában. Ezúttal már a harmadik részen első András és első Béla a középpontban egy kicsit. Nem tudom, azt észrevettétek, de mindegyik rész más és más design kap, szinte kitetében, illetve kicsit mások ezek a király rajzok is, vagy a király illusztráció. Látunk egy előszót, ugyanúgy megkaptuk ezt a régi stílust, ebben sem változik. És láthatjuk azt, hogy hogy kezdődik el az egész történet. Főleg az első András kapcsán, de Béla is már ott van árnyékban. Láthatjuk nagyon újra szép képeket. Tehát eléggé részletes egyébként szokás szerint. Néha még szinte ilyen lélekbúvár is, hogy mit gondolhatott, mit gondolt, vagy mikre jöttünk rá különböző forrásokból az adott leendő király vagy király tekintetében, és ez például a könyvben most konkrétan jelen van. Illetve láthatjátok, egykor társak voltunk ketten együtt. Itt már a címek is sejtetik, meg hát a leírások, hogy kicsit ilyen belsőségesebb ez a rész. Eddigiekre is jellemző volt, de érted okokból a két király okán is, meg egyébként is a itteni helyzet, a korhelyzet tekintetében Magyarországon értettük ezek a címek, illetve látható, hogy megint itt van az osztozkodás, háború, illetve bejön a betegség, és a Béla hercegségről is láthatunk de információkat, de azt is láthatjuk, hogy például a pápáról is vannak leírások, tehát továbbra is nagyon részletes, érthető módon mondjuk Leó pápa kapcsán, tehát továbbra is nagyon részletes leírásokat láthatunk, nagyon szép képekkel fűszerezve. Láthatjátok a viszályok korát, vagy legalábbis így szokták nevezni, ezt a kis korszakot. Talán annyi, hogy ebből a kötetben kicsit kevesen talán a képek számát lehetne még több. De így is nagyon jó. Láthatjátok a testvérek egymás ellen, ez nagyon fontos elemes volt sajnos, olykor-olykor a középkornak ugye általában cakkumpak, de Magyarországon is fellendült. Néha sajnos ez a dolog, és ez nagyon sose jó egy testvérháború látni. Mert ez sajnos a hatalom mindenek felett el érvényesült néha nálunk. És látjátok, itt talán kicsit túl sok néha a szöveg, ha fogalmaztatok így. Lehet egy kicsit több kép ebben a számban. Az előzőekben azért jobban el volt az arány találva. Tehát látjátok, békülékeny, egyedül. Ez egy érdekes cím a viszály utáni eseményekre. Ez most a hülyén hangzik, inkább így mondanám. Mert láthatjátok, a Tihanyi apátságról is vannak részek, nagyon szép hely, érdemes elmenni rá, vagy oda. Láthatjátok, a különös balesetről, ez talán egy nagyon jó kép a régi Magyarországról, ez nagyon tetszik térkép. Láthatok a végén megint egy tartalmat, illetve egy irodalmi edzéket, amit mindig érdemes néha megnézni, mert akár azokat is érdemes elolvasni a szerző. Tihanyi István nagyon sok elemet használt fel a felhasznált irodalomban, és mi azokban is nagyon sok érdekes dolog található, érdemes olvasni, és mindig utal is rá sokszor a leírásokban. A Kristó Gyula, azt nem, nem nagyon kell bemutatni sokaknak. Turóci János is, Heltai Gáspár is eléggé ismeretes, történelem. Részek, vagy látható a további sorozat, illetve hogy jut el hozzánk, de hát interneten is el lehet juttatni hozzánk, vagy az olcsóbb akció keretében, könyvesboltokban, például Hokai. Na hát ennyit akartam erről a harmadik kötetről mondani, röviden tömören, ezt is csak ajánlani tudom, szintén még mindig 600 forint, szeptember 24-ig valahol nem fogom elmondani, mert ez már túlzott reklám lenne. Ennyit akartam mondani nektek, bucsánat, töretek, sziasztok!